Végül megálltak. Dele ismét lehajtotta a fejét, és leoldozták róla a szalagot. Még a fáklyák fénye is túlságosan vakítónak bizonyult, miután hozzászokott a teljes sötétséghez. Egy tágas, föld alatti barlangban találta magát. A talajból és a mennyezetből is éles kövek álltak ki. A távolból lehulló cseppek neszít vélte hallani. A központi teremből számos kisebb vályat nyílott, mindegyiket állatbőrök takarták. Mindenfelé jobb napokat látott páncélok és viseltes, de gondosan karbantartott fegyverek hevertek. Középen kisebb tábortűz égett, s a füst elszállt a kőmennyezetre. Tehát ide húzódott vissza a legendás pokolsikoly Grom, az egykor rettegett csatadarklán megmaradt tagjaival. De hol a híres vezér? Dele körbe tekintett. Bár mindenfelől orkok léptek be a központi barlangba, egyik tartása vagy ruházata sem utalt vérbeli törzsfőre. Delej Régsághoz fordult. Azt ígérted, hogy pokolsikolyhoz vissza, mondta neki. Sehol sem látom. De nem láthatod, ő viszont jelen van és lát téged. Felelte Régság helyett egy másik őr, aki az egyik állatbőrvegőn lépett elé. Majdnem olyan magas volt, mint Delej, de a hatalmas izomkötegek hiányoztak róla. Idősnek és elcsigázottnak tűnt. Vékony nyakában különféle állatok és feltehetően emberek csontjai lógtak zsinórra fűzve. Testtartása tiszteletet parancsolt. Delej meghalolt előtte. Bárki is legyen ez az ork, fontos szerepet tölthet be a klánon belül. Majdnem olyan jól beszélte az emberek nyelvét, mint ő. Delej még mélyebben meghajolt és megszólította az orkot. Meg lehet, de beszélni szeretnék vele, és nem csupán a jelenlétét óhajtom élvezni. Az ork elmosolyodott. Vakmerő vagy és tüzes, mondta. Ezt tetszik nekem. Iskár vagyok, a nagy méltóságú pokolsikoly vezér tanácsadója. Az én nevem nem ismeretlen előttünk, Delej vagy, és Barnavárból származol. Delej meglepetten pillantott Iskárra, aki így folytatta. Sokan hallottak már a sötét lápaltábor nagyházi orkjáról. Delej alig hallhatóan felmordult, de nem veszítette el lélek jelenlétét. Már hallotta, hogy így emlegetik, de egyfajtája belisszájából sokkal megalázóbbnak hangzott. Arcolni persze sohasem láttunk, fűzte tovább a szót Iskár, háta mögött összekulcsolt kezekkel körözve Delej körül, hogy alaposan szemügyre vehesse őt. Orkokat nem engednek az aréna közelébe. Amíg te learadtad a dicsőséget, testvéreidet legyőzték és porigalázták. Delej ezt már nem tűrhette tovább. A dicsőségből semmi nem jutott nekem. Rabszolga voltam, sötétláb tulajdona, és ha azt hiszitek, hogy jósolom volt, akkor ide nézzetek. Megpördült, hogy láthassák a hátát. Az orkok megszemlélték, és vérforraló harsánysággal kacagni kezdtek. Nincs mit megnéznünk, Delej, Barnavár szülötte, mondta Iskár. Delej rájött, mi történt. A gyógyír túlságosan csodás hatással bírt. Egyetlen sepphely sem maradt az ütlegelés után, amit sötétlábtól és társaitól kapott. Részvétet vársz tőlünk, pedig épnek és egészségesnek tűnsz. Delej visszafordult, elöntötte a düh, alig bírta tűrtőztetni magát. Tárgyként kezeltek, puszta tulajdonként. Gondoljátok, hogy bármi hasznom is származott abból, hogy véremet és verejtékemet áldoztam az arénában? Sötétláb zsebelte be az aranyakat, még engem egy cellába zárt, ahonnan csak a szórakoztatásra jöhettem ki. Most már tudom, hogy sebb helyeket nem láthatjátok a hátamon. Ám kizárólag azért gyógyítottak, hogy újra harcolhassak és gazdám vagyonát gyarapíthassam. A rejtett sebek sohasem múlnak el. Ezért megszöktem, majd a gyűjtőtáborba vetettek, most pedig idejöttem, hogy pokolsikollyal találkozzak. Igaz, kezdek kételkedni a létezésében. Csak hiú remény, hogy olyan orkot találhatok, akik megtestesíti mindazt, aminek népemet képzeltem. Milyennek képzelted a népedet, te ork, aki rabszolgaként éltél? Kérdezte Iskárgyan, gúnyosan. Szerinted milyenek ezek az orkok? Delight majd szétvetette a düh, de tűrtőztette magát, ahogy az őrmester tanította. Erősek, bátrak, fortélyosak. Mindenki rettek tőlük a csatában. Az utolsó leheletükig kitartanak. Hadd találkozzak pokolsikolyjal, és bebizonyítom neki, hogy méltó vagyok az ork névre. Majd mi eldöntjük, így van-e? Felelte Iskár. Kezével jelt adott, mire három ork lépett be a barlangba. Páncélruhát öltöttek magukra, és fegyvereket ragadtak. Ők a legvitézebb harcosaink. Erősek, bátrak, fortélyosak, ahogy mondtad. Ellenük életre halálra folyik a küzdelem, ellentétben a gladiátorokkal. Az alakoskodás itt nem segít. Csak akkor maradhatsz életben, ha valóban ügyesen harcolsz. Ha nyersz, pokolsikoly esetleg fogad. De le Iskár szemébe nézett. Magához fog hívatni, jelentette ki maga biztosan. Akkor jobb, ha összeszegeded magad. Kezdhetitek! A három jól fegyverzett ork figyelmeztetés nélkül rátámadt Delejre, akinek puszta kézzel kellett kiállni ellenük.
Váratlanul érte a roham, ám egy másodpercbe sem telt, és előjöttek az évek során begyakorlott mozdulatok. Nem akart harcolni a sajátjai ellen, de képes volt úgy tekinteni rájuk, mintha az arénában küzdene meg velük. Ahogy az egyik rárohant, Delay elhajolt, aztán kikapta a másik kezéből a harci bárdot. Ugyanaz a mozdulattal le is sújtott. A fegyver mélyen belevágott volna a húsba, de a páncél szerencsére felfogta az ütés erejét. Az ork felordított, aztán a hátát fogva botladozni kezdett. Delay tudta, egy-két nap múlva kutya baja sem lesz. Már csak két ellenfele maradt. A fogát vicsorítva megpertült a tengelye körül. Ismét érezte a jól ismert harci vágy édes ízét. Második ellenfele üvöltve rontott rá egy pallossal. Delay oldalra ugrott és elkerülte a halálos döfést, de a penke így is belemart az oldalába. Az ork újfent támadt, ugyanakkor a harmadik harcos hátulról lepte meg Delayt, aki már nem volt fegyvertelen. Nem törődött az oldalából kiömlő vérrel, melytől csúszósá vált a kőpadló. Előbb az egyik támadójára csapott le a hatalmas harci bárdal, aztán egy lendülettel a másikra is lesújtott. Az orkok óriási pajzsokkal hárították el a támadást. Delay nem viselt páncélt és pajzs se védte, de már hozzászokott az efféle küzdelmekhez. Ellenfelei ügyesen harcoltak, ám semmivel sem múlták felül az embereket. Erősek és markosak voltak, mint a trollok, akiket erre legyőzött. Nyugodtan, magabiztosan mozgott, hárított és támadott. Valaha kevés eséllyel indult volna ellenük, most viszont kétségtelennek tűnt, hogy ő fog felülkerekedni. Csak arra kellett ügyelnie, hogy mindvégig a taktikára összpontosítson és ne ragadja el a vérszom. Harja szinte magától mozgott, sújtott le újra meg újra. Megcsúszott és a földre zuhant, de ebből is elén csikart ki magának. Úgy helyezkedett, hogy még testével feldöntötte az egyik ellenfelét, a harci bárdal a másik ork lábait találja el. Még arra is ügyelt, hogy ne kaszálja el az ellenfele lábát. A bárd tompa végével ütött. Nem szándékozott megölni, csupán győzni akart. Mindkét ork eldőlt. Az, amelyiket Delay a harci bárdal talált el, kínjában üvöltve a lábához kapott. Úgy tűnt, mindkettő eltörött. A másik nagy nehezen talpra állt, és a pallossal megpróbálta felnyársalni Delayt. Delay számított rá. Felkészült a fájdalomra, két kézzel felnyúlt, megmarkolta a pengét és kirántotta azt a másik kezéből. Támadója ettől elveszítette az egyensúlyát és Delayre esett, aki megpördült és egy szemvillanás alatt két várra fektette az orkot. Torkon ragadta ellenfelét. Szorítsd! Unszolták az ösztönei. Szorítsd meg erősen, öld meg sötét lápot azért, amit veled tett. Nem! Szólalt meg benne egy másik hang. Ez itt nem sötét láb, saját népe egyik fiát folytogatja, pedig az életét kockáztatta azért, hogy rájuk találja. Felállt, és a kezét nyújtotta a legyőzött orknak, hogy felsegítse. Az ork csak bámult. Mi ölni szoktunk, mondta Iskár nyugodtan. Öld meg az ellenfeledet, Delay. Egy igazi ork ezt tenné. Delay tagadólag megrázta a fejét, megragadta a földön fekvő ork karját, talpra állította. A csatában én is így tennék. Megölném az ellenfelemet, nehogy felkeljen és még egyszer rám támadjon. De ti a saját véreim vagytok, függetlenül attól, hogy elfogadtok-e. Túl kevesen maradtunk ahhoz, hogy feláldozzam. Iskar furcsállóan merett rá, úgy tűnt vár valamire, aztán ismét megszólalt. Elfogadható érv. Legyőzted a három legvitézebb harcosunkat, kiáltad az első próbát. Az elsőt? Gondolta Delay és a vérző oldalához kapott. Felébredt benne a gyanú, hogy nem számít hány próbát sikerül kiállni, a pokolsikollal nem találkozhat. Talán nincs is itt, talán már nem is él. Ám a lelke mélyén tudta, hogy inkább hal meg itt, kínok között, semmint visszatérjen sötét lábhoz. Mi a következő feladat? Kérdezte halkan. A többiek arcán látta, tetszik nekik nyugodt viselkedése. Ezúttal az akarat erődet tesszük próbára, jelentette be Iskar. Gúnyos mosoly jelent meg durva arcán. Intett, mire egy ork lépett előre a hátán súlyos zsákkal. Amikor a földre dobta a zsákot, Delay elképedve látta, hogy ez egy megködözött, kipeckelt szájú gyerek. A kölyök fekete haja csomókba állt össze. Arcán a mocsok alatt lilás és zöldes szúzódások nyoma látszott. A szeme kék volt, akárcsak Delayé. Rémülten bámult. Tudod mi ez? Kérdezte Iskár. Egy gyermek. Egy ember gyermeke, felelte Delay zaklatottan. Azt mégsem várhatják el tőle, hogy egy gyermek eljen álljon ki. Fiú gyermek. Mikor felnő, orkokra fog vadászni. Természetes ellenségünk. Ha valóban megvertek és megkorbácsoltak, és szeretnéd megbosszulni azokat, akik rabszolgasorban tartottak, akkor most megteheted. Öld meg ezt a gyereket, mielőtt elég idős lesz hozzá, hogy ő jön meg téged. A fiú szeme elkerekedett. Minden szót értett, mert Iskár az emberek nyelvén szólt Delayhez. Őrülten kapálózni kezdett, a szájpecek alól elfojtott hangok hallatszottak. Az ork, aki cipelte, unottan hasba rúgta. A gyerek összerándult és zokogni kezdett. Delay csak bámult rá. Ezt nem várhatják el tőle. Iskára nézett, aki mereven figyelte őt.
Ez itt nem harcos, mondta Delej. Nem lenne tisztességes küzdelem. Azt hittem, az orkok mindennél többre tartják a tisztességet. Így is van, helyeselt Iskár, de egy jövőbeli ellenséget fekszik előtted. Védd meg a népedet! Csak egy gyerek, kiáltott fel Delej. Most még nem jelent veszélyt, és ki a megmondhatója, mivé válik a felnőtt. Felismerem a ruháit, amit visel, és tudom, melyik faluból származik. Az ott lakók egyszerű földművesek és pásztorok. Abból élnek, amit megtermeltek maguknak. Fegyvereikkel nyulakra és mókusokra, és nem orkokra vadásznak. Könnyen meg lehet, ha ismét háborúzni kezdünk a frontvonalon, találkozunk majd ezzel a fiúval, és ránk támad, hogy a vérünket ontsa, vágott vissza Iskár. Akarsz találkozni pokolsikollyal, vagy sem? Ha nem ölöd meg a gyereket, biztos lehetsz a felel, hogy nem hagyod elélve ezt a helyet. A fiú csendesen sírni kezdett. Delejnek eszébe jutott Tareta, és az, amit a lány sírásáról mondott. Tarit látta maga előtt. Tarit és az őrmestert aztán arra gondolt, mennyire elszomorodott, mikor a faluban megrémítette azt a kislányt. Sötétláb csinos, gőgös képét idézte maga elé, meg azokét, akik szörnynek, zöldbűrűnek vagy még rosszabbnak nevezték őt. Ám még ez sem jogosíthatta fel, hogy hidegvérrel megöljön valakit. Meghozta a döntést. Ledobta a véres harci bárdot. Ha ez a gyermek fegyvert emel rám a jövőben, mondta megfontoltan, akkor megölöm a csatatéren. És ez örömmel tölt majd el, mivel tudom, hogy a népemet védelmezem. De nem pusztítok el egy védtelen megkötözött gyermeket, még akkor sem, ha emberi vadéka. És ha emiatt soha nem láthatom pokolsikolyt, akkor hát legyen. Ha ez azt jelenti, hogy mindannyiótokkal meg kell küzdenem, és el kell essek a túlerővel szemben, legyen. Inkább meghalok, mint hogy végrehajtsak egy ilyen gaztettet. Kihúzta magát, majd széttárta a karjait, és úgy várta a rátámadó orkokat. Iskár felsóhajtott. Kár, mondta, de te választottad magadnak a sorsodat. Intett. Szörnyű üvölt és hasított a hűvös levegőbe. Az egész barlang visszhangzott tőle. Delej hátrálni kezdett. Letépték az egyik bejáratot fedő állatbőrt, egy termetes, vörös szemű ork lépett elő. Delej már megszokta az orkok látványát, de ez egyikükre sem hasonlított. Hátát hosszú, csovokba összeállt fekete hajberveste. Mindkét fülében csillogó karikák lógtak. Ezekről Delejnek az őrmester jutott eszébe. Vörös és fekete bőrzubonya élesen előtött bőrének zöld színétől, a testéhez erősített láncok himbálózva követték mozdulatait. Úgy tűnt, feketére mázolták a száját, amit most elképzelhetetlenül szélesre tartott. Tőle származott a hátborzongató ordítás, Delej pedig rájött, mivel szolgált rá a nevére. Pokolsikoly Grom. Az üvöltés abban maradt, és Grom megszólalt. Sosem hittem volna, hogy ilyesmit láthatok. Odalépett Delejhez, és farkas szemet nézett vele. Lángvörös szemének mélyen, mintha valami fekete, rémisztő dolog táncolt volna. Delej megvetést érzett ki a megjegyzéséből, de nem riadt meg. Kiúszta magát, mert egyenes derékkal akart szembenézni. A halállal. Honnan ismered a könyörületességet, Delej? Barna vár szülötte. Honnan tudod, mikor légy könyörületes és milyen okból? Az orkok zavartan suttogni kezdtek maguk között, Iskár meghajlott. Nemes pokolsikoly, szólította meg vezérét. Úgy véltük, kedvedre lesz, ha fogjul ejtjük ezt a gyermeket. Arra számítottunk, én arra számítok, hogy a szülei a rejtek helyünkig követik a nyomát, te ostoba, ordította Grom. Vitéz és büszke harcosok vagyunk, legalábbis egykor azok voltunk. Pokolsikoly megborzongott, mintha lázos lenne, és egy pillanatra sápatnak is kimerültnek tűnt. Nem mészárolunk le egy gyereket. Remélem, hogy aki elkapta ezt a porontyot, annak volt annyi esze, hogy bekösse a szemét. Természetesen, uram, szólalt meg sietve Rékság. Akkor ugyanúgy vidd is oda-vissza, ahol találtad. Pokolsikoly a gyerekhez lépett, és kivette a szájából a pecket. A fiú túlságosan rémült volt ahhoz, hogy felsikoltson. Figyelj rám, ember varangy! Mondd el a népednek, hogy az orkok foglyul ejtettek, és úgy döntöttek, hogy nem bántanak. És mondd el nekik, de Delejre nézett, hogy megkönyöröltek rajtad. Azt is mondd meg nekik, hogy hiába próbálnak felkutatni minket, hamarosan útnak indulunk. Megértetted? A fiú biccentett. Remek. Aztán Rékssághoz fordult. Vidd vissza, most rögtön, és ha legközelebb emberről kölyköt találsz, hagyd békén. Rékssák bólintott, cseppet sem gyöngéden felrántotta a gyereket. Rékssák, szólalt meg ismét Grom, s hangjából a figyelmeztetés sengült ki. Ha nem engedelmeskedsz nekem, és a gyereknek egy hajaszála is meggörbül, tudni fogok róla. És nem bocsátom meg neked. Rékssák tehetetlenül fintorgott. Ahogy uram parancsolja, mondta, és maga után vonszolva a gyereket elindult fölfelé az egyik kanyargós folyosón. Iskár zavartnak tűnt. Uram, mondta, ez egy sötétláb kis kedvence. Leri róla, hogy az emberek nevelték, dicsőségnek állítja be, hogy fél megölni valakit.
Nem félek megölni senkit, aki rászolgál, mordult fel Delay. Ám nem vagyok hajlandó megölni senki olyat, aki nem érdemeli meg. Pokolsikai egyik kezét Iskár vállára tette, a másikkal pedig Delayt ölelte át, Perehez fel kellett nyúlnia. Iskár, öreg barátom, mondta kedvesen. Ismersz jól, tudod, milyen vagyok, ha vérre szomjazom. Láttál, amikor térdig vérben gázoltam. Azelőtt éppen elég gyermeket lekaszaboltam. De hiába próbálkoztunk ezzel a harcmodorral, hová jutottuk vele? Legyőztek, megaláztak minket. Népünk fogolytáborban sem senyved, és a kisujját sem mozdítja azért, hogy felszabadítsa magát, nemhogy mások ellen küzdjön. Ez a harcmodor, a háborúskodás az oka mindennek. Sokáig vártam, hogy az ősök megmutassák, hogy mit tegyünk, hogy visszanyerjük azt, amit elvesztettünk. Csak egy bolond vár más végkimenetelt, ha ugyanúgy tesz, mint azelőtt, és bárminek tartsanak is, bolond nem vagyok. Delay könnyedén legyőzte legjobb harcosainkat. Megismerte az emberek modorát és szokásait, de hátat fordított nekik. Sikerült megszökni a fogolytáborból, és bármi csekély esélye volt rá, mégis rám talált. Egyetértek a döntéseivel. Egy napon, öreg barátom, te is megérted, mennyire bölcsen határozott. Szeretetteljesen megszorította Iskár vállát. Most hagyjatok magunkra, mindannyian. Az orkok lassan, vonakodva távoztak a barlangból fölfelé vezető járatokon át, és közben gyilkos pillantásokat vetettek Delay felé. Delay várt. Most már egyedül vagyunk, szólalt meg Pokolsikoly. Éhes vagy, Delay? Barra várt szülötte. Egy egész szekérhátat is képes lennék felfalni, felelte Delay, de kérlek, ne hívj Barnavár születtének. Elszöktem Barnavárból, és gondolni sem akarok arra a helyre. Pokolsikoly odalépett egy másik járathoz, félrehúzta a bejáratról a bőrt, és egy nagy darab nyers hús húzott elő. Delay elfogadta az ételt, biccentett köszönetként, és mohogva falatozni kezdett. Ez volt az első valamire való étek, amire szabad orkként szert tett. Még sohasem ízlett ennyire neki az őszhús. Változtassuk meg a neved is? Kérdezte Pokolsikoly, aki guggolva figyelte Delayt. Delay lakmározás közben elgondolkodott. Nem kell. Setét lepadta nekem ezt a nevet, és erről mindig az fog eszembe jutni, hogy valaha az ő tulajdona voltam, ő rendelkezett felettem. Összehúzta a szemeit. Ezt sohasem akarom elfelejteni. Megtartom a nevem, és egy napon, mikor ismét szembe kerülünk egymással, majd őt fogja emlékeztetni arra, hogyan bánt velem. És szívből fogja sajnálni. Pokolsikoly tüzetesen végigmérte. Szóval meg akarod ölni? Delay nem válaszolt azonnal. Felidézte a pillanatot, mikor kis hián megfojtotta az őrmestert, mert sötétláb arcát látta maga előtt, és a rengeteg alkalmat, mikor sötétláb ábrázatát képzelte ellenfeleire az arénában. Felidézte sötétláb borgőzös beszédét, és az iszonyatos fájdalmat, amit öklével és csizmája orrával okozott. Tarjeta arcára kiülő gyötrelmekre gondolt, mikor a lány Barnavár uráról mesélt. Igen, felelte végül rideg, kimért hangon. Ezt akarom. Ha valaki, hát sötétláb édaláz bizonyosan kiérdemelte a halált. Pokolsikoly furcsán felkacagott. Helyes. Legalább egy valakit hajlandó vagy megölni. Már kezdtem attól félni, hogy hibás döntést hoztam. A megviselt ronydarabra mutatott, amelyik Delejövéből kaddikált elé. Nem úgy néz ki, mintha emberek készítették volna. Delej előhúzta a takarót. Nem bizony. Ebben talált rám sötétláb még csetszopókoromban. Átnyújtotta a rongyot Pokolsikolynak. Ismerem ezt a jelet, állapította meg Pokolsikoly, miután kibontotta a pólyát, és alaposan megvizsgálta a kék mezőn ábrázolt fehér farkas fejet. A Hófarkas klán címere. Merre felé talált rád sötétláb? Mindig azt mesélte, hogy nem messze Barnavártól, felelte Delay. Akkor a családod igen távol került az otthonától. Vajon miért? Delay előtt hirtelen felcsillant a remény. Ismerted őket? Tudod talán, hogy kik voltak a szüleim? Oly sok mindent ki kell derítenem. Csupán annyit mondhatok, hogy ez a Hófarkas klán jele, ez a törzs pedig messze innen a hegyekben él. Küldön számúzta őket. Azt sohasem tudtam kideríteni, hogy miért. Duratán és népe mindig hűségesnek tűnt nekem. Egyesek azt rebesgetik, hogy összeálltak a fehér farkasokkal, de az ilyen mendemondáknak nem nagyon lehet hinni. Delay csalódottságot érzett. Hatalmas kezével végig simította az apró ronydarabot. Hihetetlennek tűnt, hogy valaha ebbe pólyálták be őt. Még egy kérdésem lenne hozzád, fordult megint Pokolsikolyhoz. Fiatalabb koromban egyszer kiképzés közben elhaladt mellettem egy szekér, amelyik néhány elhallgatott, hogy hogyan nevezze őket. Foglyoknak? Rabszolgáknak?
Néhány orkot szállított a fogolytáborokba. Az egyik kiszabadította magát és rám támadt. Ugyanazt ismételte ordítozva. Nem értettem, amit mond, de megfogadtam, hogy örökre megjegyzem a szavait. Te talán meg tudod mondani, mit jelentenek. Beszélj, és megmondom. Kagbi Mokta Zakcsa. Ismételte el Delej a betanult szöveget. Nem támadásról volt szó, ifjú barátom, mondta Pokolsikoly. Amit mondtál, azt jelenti, fuss, én majd megvédelek téged. Delej maga elé bámult. Mindvégig azt feltételezte, hogy megtámadni akarták, amikor pedig... A többi harcos, motyogta, épp gyakorlatoztunk. Fegyver és pajzs nélkül álltam az emberek gyűjjében. Meghalt, Pokolsikoly. Szétkaszabolták. Azt hitte szórakoznak velem, hogy 12-en törnek rám egyszerre. Azért halt meg, hogy megvédjen engem.